A venezuelai állami televízió unalomig ismétel egy felvételt, amin egy zavarosan viselkedő amerikai férfi beismeri, hogy a Maduro rezsim megdöntésének előkészítésében vett részt, 100 000 dollárért vállalta, hogy lázadókat képez ki, és segíti annak a repülőnek a Caracasba érkezését, amivel elrabolják az elnököt. Nicolás Maduro kijelentette, miután a zsoldosok beismerő vallomást tettek, egy tisztességes eljárás keretében elítélik őket, hozzátette Donald Trump közvetlen irányítója egy országa elleni inváziónak. A 34 éves Liu Xiaoman egyike annak a 13 külföldinek, akiket a hétvégén tartóztattak le a dél-amerikai országban. Az amerikai külügyminiszter komolyságát nehezen megőrizve közölte Washingtonnak, semmi köze az ügyhöz. Ha lenne, másképpen sül el a történet, tette hozzá Mike Pompeo. Maduro a venezuelai belpolitikai káosz és a történelmi gazdasági válság közepette is megőrizte hatalmát a hadsereg, valamint néhány külföldi szövetségese támogatásával.